Széles mező van előttem, szép sima út a mezőben. Elmerülve búbánatban, Mátyás király megyen rajta. Öreg vándor jön most itten, e vándor az öreg Isten. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon szép számmal vagyunk együtt. Azt terveztem, hogy a fotóit kirakom mindenkinek, de annyian jelentkeztek, hogy ezt nem tudtam megcselekedni, de azért látni lehet majd, hogy kik vannak jelen ezen az előadáson. Még a későket is észre fogjuk venni. A mai alkalommal én úgy gondoltam, hogy mivel ez egy ilyen rendhagyó alkalom, és egyébként is terveztem egy történeti alkotmányról szóló, és Szent Klatanról szóló 8 részes előadást. Hát most egy ilyen összefoglalóját tenném meg ennek a 8 előadásnak. Inkább úgy fogalmaznék, hogy azokat a részeket mesélem el, ami nekem a kedvencem, tehát olyan történelmi és jogi részeket. Egyébként, aki a történeti alkotmánnyal akar foglalkozni, és nem történelmi, hanem történeti, alkotmány akar foglalkozni, akkor a legjobb, hogyha 3 dolgot ő kísér végig a mi történelmünkben. Az egyik az vallás, a másik pedig ugye a jog, a harmadik pedig tulajdonképpen a néphagyomány, ami összegyúródik, mert nálunk azt lehet mondani, hogy evangéliumra épült ország volt, gyakorlatilag nálunk a jog az a vallásból növekedett ki. Éppen ezért a vallási részt is meg kell vizsgálni, és azt is, hogy honnét eredtünk. Mindenesetre ebbe az egész rendszerbe gyakorlatilag segítségünkre lesz majd tulajdonképpen a törvények, a lex, ugye, hogy megismerjük az írásos részét, a szokások, ugye a consul et hudo, a nemzeti közmegegyezés, és legvégül az írott szokások, ugye, ami például verbőci, vagy az ideglenes törvénykezési szabályok, és tulajdonképpen még ide tartoznak a bírói gyakorlata elmúlt több mint 1000 év óta. De hogyha el akarjuk indítani ezt az egész kérdéskört, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a legfontosabb szó talán számunkra az, hogy Magyarország az archiregnum volt, azaz főkirályság, őskirályság, mintakirályság. Most ez azt is jelentette, hogy nálunk egyébként ugye a Salus Republicae Suprema Lex, hogy a legfőbb, a közérdeke, a közügye a legfontosabb, és ez áthatotta az egész gondolkodási rendszerünket. Ezért lehet azt mondani, hogy ez egy konstitúció vita volt a történeti alkotmány, tehát élő, a szerves alkotmányról beszélhetünk. Velünk egyidős, szinte benne dobog a Jóisten lelke, ugye, amit tulajdonképpen a Szent Korona fejez ki számunkra. Aki egyébként meg akarja érteni magát az, hogy eleink hogyan viszonyultak a világhoz, és ez így volt egészen tulajdonképpen 1946-ig, mert ugye akkor kiállították ki a köztársaságot, persze ez már nem az első köztársaság volt, mert összesen 8 köztársaság volt, nem pedig 3, 8 köztársaság volt, és egyik se nevezhető szerencsésnek számunkra. Mi mindig is királyság voltunk, mint mondtam, archiregnum, őskirályság, mintakirályság, főkirályság, és így is tartották. Hát ezt Enea Silvio Piccolomini is elmondja, a később második Pius néven megismert pápa, hogy amikor a magyarok 1445-ben visszakövetelni mennek a Szent Koronát, amit ugye elzárgósítottak még 1440-ben, harmadik Frigyeshez, akkor ő fogadja a követséget, és azt mondja, és levélbe is, le is írja majd Széchy Dénes esztergomi érseknek, hogy a magyar királyság archiregnum, őskirályság. Tehát hogy hogyan nézett ki, mi volt ennek a lelke. Van egy nagyon szép történetünk erről, és majd ezt a szellemiséget fogjuk megismerni. Galeotto Márció jegyzi le számunkra Mátyás időszakáról, amikor már ugye kiderül, hogy neki nem lesz törvényes gyereke, és megpróbálták Korvin Jánost alkalmasra tenni az uralkodásra, és leírja Mátyásnak jelentősebb cselekedeteit. És van egy olyan rész, hogy ugye az étkezésünket írja le, gyakorlatilag
eléggé fura módon indul, mert elmondja, hogy a magyarok minden pénteken böjtölnek. Egyébként ez nagyon fontos dolog, mert mások nem böjtölnek pénteken. Ezt még egyébként nagyon régi hagyományként kell kezdenünk. Szent István rendeli el, hogy minden pénteken böjtölünk, és ez való igaz, hogy ilyenkor nem esznek kenyeret, vajat, tehát semmi fehérbőjt volt valójában, aztán később ezen enyhítenek. No, ezzel kapcsolatban mesél el, hogy a folyóinkban mennyi hal van, két rész víz, egy rész hal, aztán ezzel kapcsolatban elmondja, hogy egyszer együtt étkeznek a király vendégei, és csukát esznek. Egyébként az a magyaroknál szokás, hogy egy tálból esznek, és soha nem veszik senki össze, semmilyen falaton csodálkozik rajta a galattomáció. Mert ugye mindenkinek megvolt a maga helye az asztalnál. Ha többen voltak, akkor több asztalnál is ugyanis ez történt meg. Tehát mindenki tudta a helyét, hogy mint ahogy nálunk is úgy volt még a régi családi asztalnál is, hogy a legfiatalabb kapta a legfinomabb falatokat, mert ő érkezett közülünk a legkorábban, a legkésőbb a teremtésbe, és nyilván ő fogja mindannyiunk életerejét továbbvinni. Ezért a legfinomabb falatok mindig a legfiatalabbé. Na most a helyzet az, hogy csukát ettek ez alkalommal, és a csukának gyönyörű volt a mája. És senki nem nyúlt a májhoz, mert hiszen az a legfenségesebb része. És így ültek az asztal körül, étkeztek, és egy idegen is oda került az asztal köré, és megkérdezte a Mátyástól, hogy hát uram királyom, miért nem eszed meg a csuka máját? És Mátyás, akinek jó kedve volt, ezért válaszolt is neki. Azt mondta, hogy ne higgyétek, hogy nem tudja az én ínyem, hogy mi a legfenségesebb íz, hogy melyik a legfinomabb falat. De egyszer még nagyon régen az én édesapámmal jártuk az országot. És már nagyon megéheztünk, amikor hosszú útunk után, és alig vártuk, hogy már valahol be tudjunk térni. És messze valahol felcsillant egy kis fény, és ahogy közelebb mentünk, kiderült az, hogy egy fogadó. Kinyitottuk az ajtót, bementünk, finom illat járta át az egész helységet, jó meleg volt, és láttam, hogy két magyar ember csukát eszik. És akkor mi is megkívántunk, lejöttük a másik asztalhoz, és rendeltünk egy csukát. És ki is hozták, és ahogy úgy finom is volt, és ahogy ott ettünk, egyszer csak arra vettem figyelmes, hogy a mellettünk lévő asztalnál elkezdenek kiabálni. Az egyik azt mondja, hogy enyém a csuka mája, mert én vagyok a fiatalabb. A másik azt mondta, hogy enyém a csuka mája, mert én vagyok az erősebb. És addig-addig veszekedtek, addig-addig kiabáltak, míg őrre mentek, kést rántottak és kardot, és mind a ketten ott feküdtek a csuka mája mellett holtan. Na most, akkor, mondja Mátyás, én megfogadtam, hogy soha többé nem eszem meg a csuka máját, hogy a magyarságban széthúzás ne támadhassék. És ez egy gyönyörű bőjt, Mátyás bőjtje, mert az alattvalók annyira szerették az uralkodójukat, hogy nekiadták a legfinomabb falatokat. Az uralkodó pedig annyira szerette az alattvalóit, hogy nem ette meg a csukamáját. Tehát a csukamája érintetlen maradt. Ez tulajdonképpen a szeretet törvénye. Ugye, hogyha két ember szereti az almát, és egyetlen egy alma van, valójában az alma azt nem feleződik meg, hanem mindegyik azt szeretné, hogy a másik legyen a maradéktalanul boldog. Ha megfelezzük, akkor megfeleztük a szeretetet. Így az alma mindig érintetlen marad. És ez a legfinomabb alma. És ez a legfinomabb a csukamája, amit Mátyás meghagyott. És tulajdonképpen ez a közösségnek és a Jóistennek az igazságát jelenti a Földön, a Jus Divine és a Jus Naturale-nak a megjelenése. Tehát valami ilyesmiről kell beszélnünk, és elindítva ezt a történetet egészen onnét, hogy ugye a mi hagyományunk szerint Nimródtól származunk, illetve
persze Anonymous azt írja, hogy mágoktól, ugye, mert Nimród az gyakorlatilag, hogy a képes krónika fogalmaz 1358-ból, hogy az első zsarnok volt a Földön, de persze a nem szócskát kihagyja a képes krónika, amikor erről beszél, de azért mégis bennünk van, hiszen Hunor Magornak az ő a leszármazója, mármint hogy Nimród leszármazója Hunor és Magor, ugye ezt már Kézai írja le, sőt Kézai azt is leírja, és egyébként hogy Józsefusz is beszél erről, hogy a bábeli toronynak az építője maga Nimród lett volna, és azért, hogy hogyha özönvíz lenne még egyszer, akkor legyen az emberiségnek hová menekülnie. Tehát egy ilyen emberiség megmentő szerepe volt. Tehát kitérünk majd az előadások folyamán Nimródnak a hagyományára, arra, hogy hogyan jutott hozzá ahhoz a bőrruhához, amit a Jóisten, amiután elszakították a gyümölcsöt, és megromlott az Isten képmása, akkor ugye a mezítelen embernek készített bőrruhát, és ezt a bőrruhát eljut Nimródhoz, és amikor az Aggáda szerint, amikor Nimród valójában ugye vadászik, akkor meglátják ezt a ruhát, az állatok térdre esnek, és el tudja így ejteni őket. Így lesz nagy vadász ő, és így lesz ő az első király. Ez egyébként a zsidó hagyományban is így van, a Jásár könyv is megemlíti. Tehát ez egy érdekes dolog, tehát mi az első királysághoz mi tartoztunk. És az, hogy ugye Kámtól származott Nimród, illetve Kustól, azt is ugye a Kám az, aki ugye amikor Noé megrészegedik, és mesztelenül fekszik, úgy megint a ruha érdekes dolog, mesztelenül fekszik a sátrába, akkor a másik két fia, Jáfet és Szém, bemennek háttal, mert előtte ugye Kám, vagy Hám, ugye gúnyolódik rajta, hogy mesztelenül fekszik megrészegedve az apjuk, és ők bemennek át, és befedik a szemérvényt, és amikor ezt Noé megtudja, akkor megátkozza nem is Kámot, hanem egyébként Kánaánt, Kusnak a fiát, tehát az unokát átkozza meg. Ez egy külön kérdéskör, hogy miért, ebbe sem szeretnék belemenni most, mert ugye egy ilyen összefoglalót szeretnék nyújtani. Amúgy az nekünk a hagyományunk az tényleg nagyon mélyről eredhet, mert a vérszerződés és tényleg ami gyakorlatilag alapját képezi a magyar történeti alkotmánynak, ezt nagyon szépen mondja egyébként László Gyula, hogy a magyar nemzet anyakönyvi kivonata maga a vérszerződés és a szeri végzések. És valóban ez a kiegyensúlyozottság, ez minden szinten megtalálható, hogy nálunk ugye majd 1435-től nagyon szépen lehet látni, hogy nem hozhat a magyar király önállóan törvényeket, csak együtt a regnikólákkal, az ország lakosokkal. Tehát egy egyensúly mutatható ki, és ennek alapjait a vérszerződés képezi. Most és ennek lesznek biztosítékai, például az, hogy a királynak meg kell esküdnie 1205-től, már nagyon szépen lehet látni II. András idejétől, hogy megesküszik arra, hogy a régi hagyományunkat, a régi jó rendünket megtartja, és ezt III. Andrástól kezdve egyébként be is foglalják egy oklevélbe. Tehát annak már nyoma van, hogy esküt tesznek erre, és ez megint csak egy biztosíték volt. Na most a magyar király személyével kapcsolatban, hogy annak ideónusnak kellett, nagyon sokáig mi választottuk a királyunkat, le voltunk kötve egy vérhez, ugye a Turul dinasztiához, de azon belül az Ideonus szemét kellett választottuk meg. Ugye ennek az alapjai megint csak a vérszerződésből indulnak ki. A vérszerződése csak a ífészítő népeknek van, mint utaltam az előbb rá László Gyulával kapcsolatban, csak az ífészítő népeknek van vérszerződése, és így volt a szkítáknál, tudjuk igazolni, hát Herodotosz leírja az 5. század közepétől, hogy Krisztus előtt,
hogy így kötnek szerződést egymással, hogy egy agyaredénybe vérüket csorgatják, és ugye szent szövegeket mondanak, fegyvereket belemártják, megisszák, és aztán egy test, egy lélek, egy szívvé változnak. Helyreállítják ezt az isteni képmást, ami tényleg akkor megromlott meg, hiszen mi az Úristen képmására teremtettünk, amikor elszakították a gyümölcsöt, ugye megjelent az énzés. És ők helyreállítják azáltal, hogy olyanok, hogy egészen különös módon kötnek vérszerződést, mert ez egy lelki társat jelent, egy lelki barátságot, egy örökre való összetartozást. Erről ír egyébként Sollénos, Tacitus, Pomponius Méla, Lukiánus, tehát a Toxarisban, ugye ez Krisztus utáni század már, 120 környékén, ír a vérszerződésről, és Toxaris és Anaharsis híres bölcsök voltak Krisztus előtt 6. században, és Toxaris vitatkozik egy göröggel, ugye, és ott a párbeszéd formájában mutatja be ebben a műben a szerző, hogy milyen volt a szkita mentalitás. Egyébként is a szkitákat egyébként nagyon jó, szívükbe volt írva az igazság, tulajdonképpen azt tartották. Majdnem, hogy még Bonfin is megfogalmazza ezt, hogy a lélekbe ért igazság, ez egyébként nem más, mint a szokások, amit tud a szépapám, az ükapám, a dédapám, a nagyapám, az apám, és én is tudok. És ezek megrendíthetetlen dolgok. Tehát ez azt jelenti, hogy ami régen igaz volt, az ma is igaz. És éppen ezért lehet mondani, hogy velünk élő alkotmány. Velünk élő alkotmány, a történeti alkotmány. És itt a Tacitus egyébként azt mondja, hogy a pártusok is így kötnek szövetséget, hogy a nagyújukat elszorítják, megvárják, míg a vér odatolul, aztán fogják is megnyalják, szent szöveget mondanak a vért, és utána egy test, egy lélek, egy szívvé változnak. A Lukiánus pedig arról beszél a Toxarisban, hogy azt mondja, hogy a szájába adva ennek a bölcsnek a mondatait, hogy mi másképp választunk barátot, mint ti, görögök. Ti görögök úgy választatok barátot, hogy egy utcában nőttök fel, tehát barátok lesztek. Egy iskolába jártok, tehát barátok lesztek. Együtt isztok, tehát barátok lesztek. Mi nem így választunk barátot. Mi úgy választunk barátot, hogyha valakiben látunk egy lelki fényt, akkor ez olyan, mintha valakiből hiányzik valamilyen képesség, a másikban megvan. A másikból szintén hiányzik a képesség, akivel együtt vérszerződés fog kötni, abban megvan. Ugye ez gyakorlatilag az Isten képmás helyreállítását jelenti. Tehát ugye, mert mi most csak ilyen homályos árnyai vagyunk annak, ami volt az eredeti ember. Homályos árnyai, és ha azok a képességek, ami belőlem hiányzik, és a másikban megvan, és és bennem pedig van olyan képesség, ami a másikból hiányzik, és megvan, akkor ha így egyé leszünk a vérszerződésre, úgyhogy Isten képmását állítjuk vissza. És erre mesél is egy történetet, ez a kedvenc történetem, Damdamis és Amizokész története, akik két szkíta harcos volt, és meglátták egymásba a lelki fényt, és ugye megisszák a vére és borral kevert kehet, amiben fegyvereket bemártják, és szent szövegeket mondanak el, és egy test, egy lélekké válnak. És aztán jön az ellenség, egy folyópartján táboroznak, a szkíták főtábora a folyó túlpartján volt, ők ezen az oldalon voltak, és hát tulajdonképpen elpusztítják az ő csapatukat. Damdamis megmenekülne már, mert úszik a folyóba, és egyszer csak hallja Amizokésznek a kiáltását, hogy emlékszel? Néhány napja megittuk a kelyhet, és akkor tudta, hogy ez azt jelenti, hogy egy test, egy lélek, egy szívé változtak. És akkor hát elmegy az ellenséghez, eljut egészen a fővezérig, és felajánlja magát a fogságba. Azt mondta, hogy nem, a fővezér, hogy nem kell lesz fogságba. Tudom, miért járatban van. Azért vagy, hogy jöttél, hogy elvigyed a lelkitársad. Meg is teheted ezt. Az esetben, hogyha nekem adod a vagyonod egy részét. Damdamis csodálkozott, szinte
meg volt döbbenve, azt hitte, hogy gúnyt üznek vele. És azt mondta, hogy hogyan tudnám kiváltani, hiszen nincs semmi vagyonom. Azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy a vagyonod egy részét ad nekem, mondja a fővezér. Azt mondja, add nekem a szemed fényét, a szemed világát, és elviheted a lelki testvére. És ekkor Dandamis habozás nélkül kiválja a két szemét, és kiváltja ezzel a lelkitársát, Amizokészt, és elindulnak hazafelé. És a történet úgy folytatódik, hogy de a szkíták boldogok voltak, mert a legtöbbet, a legnagyobb gazdagságot el nem vették tőlük, a szeretetet és a hűséget. És aztán visszaérve a táborukban, Amizokész is kiválja a két szemét, és egy test, egy lélekként leélik a legnagyobb megbecsülésben az életüket. Most ez egy példabeszéd, ebből is látszik, hogy a szeretet alapján kötöttek szerződést. Nem a haszon által, nem az a világ felfogás volt, hogy el akarja fogyasztani a világot, hanem meg akarta őrizni ennek a teremtett világnak a szentségét. A szeretet által mozgatott a magyar történelem is, hiszen hét vezér kötötte meg azt a bizonyos szerződést. Tehát, mint hogyha a szeretet szívén alapulna Magyarország. És ezáltal le is győztük a halált, meg kell, hogy mondjam. Amúgy ez tovább megy, ez a lelkitársaság tulajdonképpen a komaság alatt, még a mai napig is talán Székelyföldön vannak komák, és azok, akik gyakorlatilag a feltámadott Krisztusban, fehér vasárnapkor válnak lelkitársakká. És akkor elkísérjük egymást egyébként egészen az utolsó átváltozásig, mert a halál pillanatában az itt maradt komatás készíti fel az elhunytat az örök átváltozásra. Összekötözi a lábát, hogy minél nagyobb nyugalmat árasszon az eltávozott test, mert hiszen a békébe megy. Kezébe adja a szentelt gyertyát, gyerte szentelőkör, szentelt gyertyát február 2-án, szentelt gyertyát, és aztán Ostiba például, ott körülkerítették szentelt gyertyával, és imádkoztak, kísérték a lelket, mutassák az utat a feltámadott Krisztushoz. És hogyha eltávozott a lélek, akkor letakarták a tükröket, megállították az órát, lefették a kutat, hogy nehogy valami fényes lidérc fény megzavarja a távozó lelket, hogy az öreg fényességbe eljusson. És még valamit a vérszerződéssel kapcsolatban fontos elmondanunk, hogy az új szövetség is valójában egy vérszerződés. Hiszen ez az én testem, és ez az én vérem kelyhe, amely nem sokára, az új és örök szövetségé, mely nem sokára kibocsátatok a bűnök bocsátára. Mi Krisztusban egy test, egy lélek, egy szív vagyunk. És ehhez a valláshoz nagyon korán, az éfeszítő népek is nagyon, nagyon korán csatlakoztak. Amúgy még valamit elmondanék ezzel kapcsolatban, hogy mi eleink azok nagyon-nagyon szépen tudtak meghalni egyébként. Hát Hunyadi Jánosról is tudjuk, hogy Zimonyban úgy hal meg a kápolnában, amit emeltetett, hogy négy gyertyát gyújtat, és lefektetik a földre, mert porból leszel, porból lettél, porrá leszel. És ott szerzetesek énekeltek körülötte, amíg az ő lelke távozott, mint hogyha az angyalok hangja szólt volna. És ugyanígy, valahogy a Jóisten végigkísérte az eleinket,
hiszen van egy nagyon szép gerencei mondat Szent Istvánról is. És ez a mi alapítványunknak egyébként a jelmondata. Amikor ezt leírja a legendája is, mert háromfajta legenda van ugye a Szent Istvánról, a Légó Legere az olvasni jelent, azt leírja, hogy amikor ugye a Hartwig-féle, meg a kisebb és a nagyobb legenda, és ebből a legkisebb a Hartwig-féle legenda, de ott olvasható, hogy Szent István gyakorlatilag mielőtt meghalna, már nagyon öreg merényletet terveznek, és meg akarják ölni. És ahogy bemegy, belopakszik az a aljas gyilkos, aki aljas gyilkosságot akar elkövetni, kihullik a ruhája alól a kard, és ennek az ajára felriad a király. De nincs benne a legendában, a légolegre, mint mondom, olvasni, azt jelenti, nincs benne, hogy miért hullott ki a kezéből a kard. Gerence ezt megőrizte. Amikor találnak egy ilyen aljas embert, aki hajlandó az alvó királyt, mert még nem is ébren akarják megölni, hanem álmában, akkor ez a sunyi ember az éjszaka besompolyog a szobájába, és már emelné szúrásra a kardját, amikor Szent István álmában beszél. Azt mondja, ha Isten velem, kicsoda ellenem. És ekkor hullik ki a kard a kezéből. Mert a nappala is az evangélium volt Szent Istvánnak, és az álma is az evangélium volt Szent Istvánnak. Ugye ez Szent Bától van a mondat. És nagyon érdekes, hogy ez végigkíséri ez a mondat az egész történelmünket. Mert Bethlen Gábornak is 1629. november 15-én haldoklik. És olyan beteg már, hogy nem tud beszélni. És kér egy papírt, meg egy tollat a feleségétől, a Katalintól. És a következőket írja le. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És akkor még egy mondatot odaír, hogy bizonyára senki sincsen, senki sincsen. Szól vissza az utolsó átváltozás kapujából. Egyébként ez a jelmondat. Si Deus pro nobis, quis contra nos. Ez az első Rákóczi Györgynek is a jelmondata volt. A Széchenyiek jelmondata. Tehát ezt valahogy átitatta az egész történelmünket, és átitatta a jogrendszerünket is, a Isten tudása. Tehát ez egy nagyon-nagyon szép hagyománynak felel meg. És legvégül még annyit, hogy külön fogunk foglalkozni a boldogasszony hittel, mert mondom, minthogyha egy metafizikai teremtő erő lenne benne, ami történeti alkotmányunkban, tehát ismerni kell a boldogasszony hitünket. És az igazság az, hogy nő az gyakorlatilag a boldogasszony ünnepekkel az élete párhuzamos volt. Tehát a gyertyaszentelő boldogasszony, ugye, amikor bemutatják a kisdedet gyakorlatilag a Jóistennek és a közösségnek, vagy a gyümölcsoltó boldogasszony, ugye március 25-e, amelyik a legszebb, vagy nekem egy különösen kedves
ünnepe, amikor jelen van az Istennek a jelenléte, és átváltozik a világ, ugye, mert olyan, akkor almát oltanak, ugye szemzenek, akkor történik meg az, hogy létrejön egy olyan valami, amit az Isten átitatott ebbe a lezuhant világba, mert a gyökérzet más, és más lesz a koronája a növénynek. Ezek tényleg úgy is tartják, hogy ilyenkor, aki letöri az ilyenkor szemzett fának az ágát, akkor az elkárhozik, mert olyan, mintha ember tölt volna, és megvakul. És még azt is tartják, hogy vér folyik, mert ugye Isten ereje, ugye az benne van az egész világban. És gyümölcsöltő boldog azt mondja, hogy egyébként Jézus fogantatásának ünnepe, nem pedig nő nap, ahogy mostanában mondogatni szokták, nem, ez egyébként Krisztus ünnep. Éppen, hogy Krisztus ünnep. Aztán ott van a sallós boldogasszony, ami megint csak gyönyörű, ahogyan átsuhan ugye meglátogatni Erzsébetet, ami szűzanyánk a mezőkön, és minden aratásra alkalmas, már szinte elérte az év az egyik csúcsát, ahol gyakorlatilag mindent, amit adhat, megad számunkra. Tehát ezek nagyon szép ünnepek, december 8-a is az Immaculata Koncepció. És hát tényleg úgy van, hogy végig lehet követni az asszony útját, egészen az öreg asszonyságig. Ugye Szent Anna mutatja föl számunkra, és nagyon szép itt is, hogy Szent Anna, ugye tiszta szigató Szent Ivánon őrzik meg ezt róla, hogy hozzá kell imádkozni a jó halálért. És tényleg valóban úgy is van, hogy van egy olyan mondája, hogy amikor jó és gonosz tudásának fáját leszakították a gyümölcsöt, akkor a jó és gonosz tudásának fája úgy elszégyelte magát, hogy elsüllyedt volna legszívesebben a poklok legmélyebb bugyrába. De a Jóisten nem engedte ezt meg neki, hanem fölvitte a jó és gonosz tudás fáját, és a mennyország közepébe állította. És olyan gyönyörű volt a fa, hogy a szentek, a proféták mind-mind oda gyűltek köré, és csodálták ezt a fát. Igen, nem, de mivel a jó és gonosz tudásának fája volt, amikor a Földön egy bűnt követtek el, erről tudva, egy levele megsárgult, megtöredezett, és lehult a Földre. Aztán idővel annyi bűnt követtek el a Földön, hogy egyre több levele sárgult meg a fának, és egyre több ilyen elszáradt levél hullott le róla, elszáradt lelkek tömege volt a fa körül, és már nem bírták nézni a proféták, a szentek, és elmentek. És ma már nincs ott senki sem, csak egyetlen egy valaki, aki már nagyon öreg, és csak egy kis széken üldögél. És nézi a fát, nézi, és amikor egy bűnös lélek, egy elszáradt lélek, egy elszáradt levél lehull a fáról, akkor a szíve úgy elfacsarodik, hogy szinte elindul a könnyezése. És amikor már nagyon sok ilyen elszáradt lélek van a fa körül, akkor bár már nagyon nehezére esik a mozgás, föláll a kis székről, kinyitja a kötényét, és elkezdi gyűjtögetni az elszáradt lelkeket. És amikor már tele van a köténye ilyen elszáradt lelkekkel, akkor oda megy az ő unokájához, a mi megvántónkhoz, és addig könyörög néki, addig mondja nékik, míg mindannyiunknak meg nem bocsát. Na ez az öreg anyaság. Úgyhogy a következőkben persze szó lesz majd az ország felajánlásról, szó lesz az aranybóláról, szó lesz arról, hogy nekünk megyei alkotmányunk volt,
gyakorlatilag ugye valójában alkotmánybírósági szerepet is betöltött a megye. Tehát minden egymagában is életképes volt. Egy megye is, hogyha csak egyetlen egy megye maradt volna meg Magyarországból, akkor is megmaradt volna Magyarország, újra lehetett volna belőle építeni a régiógrendünk szerint. Úgyhogy tényleg valóban nagyon szép örökségünk van, és egy ilyen hosszú utat járnánk be, Nimrodtól egészen a köztársaságig. Köszönöm a figyelmet. Az elkésőknek azt tudom mondani, akik most jöttek, hogy egy mondatot is érdemes volt meghallgatni. Köszönöm szépen!